A Szexuális Szakképzési Centrum Apáczai Csere János középiskola standja előtt állunk, ahol Lőce Tiborral fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok! Azon az első kérdésünk, hogy milyen képzési formákkal várják az önökhöz érkező tanulni vágyó diákokat? Az új technikumi képzésen a 9. évfolyamos diákokat várjuk informatika, kereskedelem, rendészeti képzéssel, közlekedési képzéssel, és ezen kívül most új szakként indítottuk a pedagógia képzésünket. Ezek mind technikumi képzések lesznek, tehát 5 évvel kell számolni, van, aki hozzánk jön tanulni. És milyen feltételek vannak? Milyen pontozási rendszer? Van esetleg előzetes írásbeli vagy szóbeli felvételi is önöknél? Felvételi vizsga nincsen. A rendészeti szakunkon szoktunk csinálni egy ilyen kis motivációs beszélgetést, illetve egy fizikai állapotfelmérést. Ha esetleg valaki vidékre jönne hozzánk, akkor nagyon jó kollégiumunk van, ezt is tudom ajánlani, úgyhogy van ilyen lehetőség is, hogy kollégista legyen valaki. És a kollégium milyen felszereltséggel várja az odaérkezőket? A kollégiumunk most lett felújítva 4-5 éve, és nagyon jól felszerelt informatika teremmel, konditeremmel rendelkezik. A szobákhoz vizes blokkok tartoznak, és két tanulónként vannak szobánként egy reggelszállásról van. Esetleg meg lehet említeni, mikor lesznek nyílt napok, ahol várják a diákokat? A nyílt napjaink november 19-én és 26-án lesznek. A 26-ai nyílt napon van lehetőség óralátogatásra is. A 19-ai nyílt nap egy kicsit bővebb lenne, én ezt preferálnám inkább, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg, személyesen beszélgessenek a diákainkkal. Így lehet igazából objektív véleményt kialakítani, azt gondolom. És milyen a diák élet, mi jellemző az Apáczai Csere Jánosba a diák életet? Ezt igazából a diákok tudják megmondani, én azt gondolom, hogy nagyon jó a tanárok-diákok közötti kapcsolat is, illetve nagyon sok színes rendezvényt szoktunk évente csinálni. Vannak külön apácai is napok, és a tradicionális rendezvényeink is, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég színes a diák élet.